Jó estét kívánok azoknak is, akik most csatlakoznak adásunkhoz, a Nápolyival folytatjuk. Bár megérkezett az ősz, a rendezvényeknek nincs vége, a következő szűk fél órában erre és a következő hétvégére is remek programokat ajánlunk, úgyhogy mindenki maradjon velünk. Idén már többször újra átélhettük azt, amit tavaly a koronavírus elvett tőlünk, ismét mehetünk közösségbe, hallgathatunk koncerteket, és baráti társasággal kóstolhatjuk a Mátra legfinomabb borait. A bornapok után jövő hét pénteken startol a Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket, Válik Istvánt, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központ rendezvény szervezőjét kérdezem. Szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét kívánok! Na, még mielőtt belemennénk a jövő hét péntekbe, milyen volt a júliusi bornap, egy pár szösszenetet, hogyha elmesélnél nekünk? Hát én azt hiszem, inkább a nézők tudnának erről mesélni. Hát a mi szempontunkból nagyon nehéz volt, hiszen nagyon, nagyon rövid idő volt az, amikor az kiderült, hogy jó, mehet, és a rendezvény időpontja között nagyon, nagyon kicsi időt telt el, úgyhogy tényleg ilyen nagyon lóhalálában kellett leszervezni nagyon sok mindent. Én azt gondolom, hogy mind a programokban, mind a borászoknál, illetve az egyéb árusoknál lévő forgalomból azt lehet leszűrni, hogy ez egy jól sikerült mátrai bornapok volt, és én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, hogy egy kicsit végre kiszabadult, és újra átélhette azokat az élményeket, amiket hát ugye sokáig nem, ugye itt a pandémia miatt. Kell különbséget tennünk a bornapok és a szüreti fesztivál, szüreti napok között különben? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes. Az egyik ugye egy hát eredetileg tavaszi, koranyári esemény, a másik egy őszi esemény. Kicsit mi igyekszünk főleg a kísérő programokkal különbséget tenni. Nyilván a központi része, a főtér az, hogy van egy színpad, ott vannak fellépők, illetve a borászok kitelepülnek és lehet bort kóstolni. Ebből a szempontból a kettő teljesen ugyanaz, de azért próbálunk különbséget tenni és jelölni, hogy ez, azaz. Nagyon érdekes volt, mert aki végigkövette a Művelődési Központnak a közösségi oldalát, egy mondhatom azt, hogy egy rettentő jó politikát folytattatok, mert ilyen csepegtetve érkeztek meg a hírek, hogy akkor ez a fellépő is lesz, az a fellépő is lesz, egyrészt lesz szüreti napok, stb. Ez ilyen tematikus volt, vagy ez ilyen spontán jött? Vagy? Örülök, hogy tetszett ez az ötlet. Igen, hát egy kicsit lebegtettük, egy kicsit próbáltuk a feszültséget felhúzni és megteremteni azt a hangulatot, hogy mindenki egy kicsit várja még jobban, mert ami nagyon jó volt, hogy megvolt ez a bornapok, de hogy ilyen közel van a kettő, most egy kicsit szerintem nehéz egy új lendületet venni, mert ha május végén van, akkor vége a nyár, mindenkinek lement a nyaralás, és akkor szeptemberben jó megint kimozdulni. Most ugye nyár közepén, vagy már vége felé volt, úgyhogy igen, hát ezt a kis feszültséget azért megpróbáltuk megteremteni, de akkor ezek szerint sikerült. Így van, sikerült szerintem. Ugye a három nagy fellépőről tudunk. Így van. Illetve hát aki figyeli a közösségi médiát, az mostanra, ha jól számolom, igen, mostanra már minden fellépőt tudhat, nem csak a Mátra Művelődési Központ Facebook oldalán, hanem létrehoztunk a két nagy, vagy hát ez még nem teljesen eldöntött, de a nagy fesztiváloknak, a nagy rendezvényeknek egy külön Facebook oldalt, ugye ez a Gyöngyösi Fesztiválok, így lehet megtalálni. Erre azért volt szükség, mert majd amikor május végén lesz a bornapok, illetve most is szeptemberben is a szüreti napoknál, rengeteg egyéb program van a Művelődési Központban, és azt szeretnénk, hogyha ez a két nagy rendezvény, illetve hát még azért gondolkozunk, hogy mást is belehúzunk ebbe, nem veszne el a sok rengeteg egyéb más program között, hanem ott egy kicsit kiemelve és csak erről hírt adva fogunk mindig valamit mozgolódni. No, akkor áruljuk el, hogyha tényleg valaki nem látta ezt az oldalt, hogy kik lesznek a nagyok, és milyen kísérő programokkal várjátok a közönséget. Ugye háromnapos a fesztivál, a három fő
fellépőnk az ugye a pénteki napon a Hooligans zenekar lesz, szombaton Majka és Curtis, vasárnap pedig Biolex és a Slap lesz a fő fellépő, de én nagyon szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy akár a Művelődési Központ, akár a Gyöngyösi Fesztiválok oldalon nézzen szét, mert nagyon sok jó fellépő lesz még ezen kívül. Helyi csoportoknak is teret adunk, mert számunkra ez megkérdőjelezhetetlen, hogy ez megtörténjen, hiszen itt vagyunk Gyöngyösen, és teret kívánunk adni a helyi művészeti csoportoknak is. Úgyhogy mindenki nézzen szét a Facebook oldalon, minden korosztály, minden zenei stílus, minden ízlést megpróbáltunk kielégíteni, úgyhogy szerintem megint csak sikerülni fog ez a dolog. Kísérő programok itt a három napban, csak ha egy párat említenél, amit úgy kiemelnél. Hát ugye a szokásos borkóstolón, illetve az étel finomságok kóstolása mellett lehetőség lesz ismételten egy ilyen kis vidám park hangulatot megteremteni, ez ugye ott fent a szakrális téren a templommal szemben, ami viszont, ugye ezt kérdezted, hogy mi a különbség, az a nagy, hatalmas monstrum, ami itt volt a bornapokon, az most is itt lesz, mert olyan visszajelzések jöttek, hogy gyakorlatilag egy hétig ott lehetett volna még. Úgyhogy az itt lesz, viszont, és ez egy személyes kedvencem, lesz Dodge-em is, úgyhogy lehet ütközni a Dodge-emekkel. De ami az igazi fontos kísérő programokat illeti, lesz a már megszokott, és ugye ez a szüreti napokhoz kapcsolódik, a gulyásfőző verseny, ugye a Görgényi Lászlóról elnevezett gulyásfőző verseny, ami most gulyás és pörkölt, és pörkölt főző verseny, úgyhogy oda is várjuk a jelentkezőket, reméljük, hogy minél többen és minél színesebb lesz a paletta, ugye Virga Márk fogja zsűrizni zsűri elnökként a főztöket, illetve a társadalmi zsűri gyöngyösi helyi emberek fogják kóstolni, és aztán persze díjazni a legfinomabb ételeket. Ami még egy nagyon fontos, és megint csak a helyi dolgok, lesz egy helytörténeti vetélkedő, amire szintén várjuk a jelentkezőket, akár a Facebook oldalon talán az a legegyszerűbb, vagy pedig személyesen a Művelődési Központban. Tehát lesz egy helytörténeti vetélkedő, kérdések fognak elhangzani, nagyon egyszerű, tehát nincs túl bonyolítva, kérdések, jönnek a válaszok, megy az ajándék. Aztán a végén persze lesz egy győztes. Ha dobod a pöttyös labdát, van ajándék. Igen. Hát itt a jó választ kell dobni, és akkor jön az ajándék. Aztán, ami még egy nagyon-nagyon fontos, ezt itt Gyöngyösen, én azt érzem, hogy nem mindenki tudja, és nem mindenki tartja fontosnak, hogy Gyöngyös mégis valahogy azért a Palóc földhöz tartozik, még ha határán is van. Lesz egy nagyon-nagyon érdekes kézműves foglalkozás bemutató, tűvel rajzolt Palóc hagyományaink. Itt nagyon-nagyon ügyes hölgyek fogják megmutatni, hogy tűvel mit lehet rajzolni, vagyis hát hímezni, milyen Palóc mintákat lehet, úgyhogy a főtéren javaslom, hogy keressék ezeket a sátrakat, ahol meg lehet nézni, és amennyire tudom, még ki is lehet próbálni egy-két dolgot. És még egy nagyon fontos kísérőprogram, tényleg rengeteg dolog lesz, az pedig megint csak a helyi művészeti csoportoknak a bemutatása. A gyöngyösi műhely alkotóinak a képeiből lesz egy kiállítás. A főtérről a belváros tér felé nyíló kapuajakban lesznek kihelyezve ezek a műalkotások, felnagyítva időjárás állóan, mert hát azért hiába, hogy kapuaj, de mégiscsak szabad tér, úgyhogy a gyöngyösi műhely alkotásait is meg lehet nézni a szüreti napok alkalmával. Tényleg, mint ahogy említetted, rettentő sok program van. Én is azt javaslom, hogy Facebook oldal, vagy pedig a Művelődési Központnak a weboldalát érdemes megnézni. Jó, igen, mondjuk. Az jelenleg nem működik, az mert nem működik. Fejlesztés alatt áll, igen, és itt elég nehéz, úgyhogy a Facebook oldal, Mátra Művelődési Központ, illetve Gyöngyösi Fesztiválok néven. Jó. Talán azt mondhatom, hogy ilyen központi kérdés, ha már ugye szüreti fesztivál, és említetted, hogy ugyanúgy meglesznek a boros faházak,
hogy ugyanúgy lehet zsetonnal, tehát ugyanaz lesz a szisztéma, mint a bornapokon, vagy esetleg lesz-e valamilyen változtatás? Nem, hát ugye ez a hegyközség hatáskörébe tartozik, ugye a borászok ő hozzájuk tartoznak, és ők szervezik ezt a részét a szüreti napoknak, úgyhogy igen, zsetonvásárlás lesz, pohárvásárlás, és akkor úgy lehet a borászokhoz járulni. Hát István, én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, meg beszámoltál. Ezt még fogjuk folytatni, mert hát azért ugye jövő héten, már pénteken, akkor, amikor nekünk az adás van, akkor már javában zajlik a rendezvény, de ezzel csak úgy burkoltan jeleztem valamit, de többet nem mondhatok erről a nézőknek sem, mert talán az adás végén egy kicsit bővebben, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hát reméljük, hogy jó idő lesz. El van intézve. Köszönöm a lehetőséget. Jó, köszönöm szépen. És akkor most nézzük meg a Cinema Bridge kínálatát. Most egy szuperhős film előzetesébe kukkanthatunk be. Következik a Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája című film összefoglalója. Shang-Chi kénytelen megküzdeni a múlt árnyékával, miután azt gondolta, végleg maga mögött hagyta a 10 gyűrűt. Úgy tűnik, hogy a szervezet ismét behálózta, és nem ereszti őt, így kénytelen lesz újra szembenézni vele, és megírt sorsát követnie. A Shang-Chi új fejezetet nyit a szuperhősök világában. Kaptál tőlem 10 évet, hogy éld az életed. És mi haszna volt? Az árnyékomban tengődtél. Pedig kiképeztelek, hogy a legveszélyesebb emberekkel szemben is megvédhesd magad. Idén ősszel. Fiam, ideje, hogy elfoglald a helyed az oldalamon. Hát azt felejtsd el. Nem menekülhetsz az elől, aki valójában vagy. Ki vagy te? Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája. Ajjaj! És még egy programajánló, civil napot szervez a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület. A holnapi rendezvényen a gyöngyösi és környékbeli civil szervezetek mutatkoznak be, emellett pedig egészségszürettel, vagyis ingyenes szűrési lehetőségekkel várja az érdeklődőket. Arról, hogy miről is van szó, már is beszámol nekünk Nagy Tibor Virága, a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális munkatársa. Szervusz, jó estét! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket is egyaránt. Valóban egy ilyen érdekes összetétel lesz most. Volt már ilyenre példa évekkel ezelőtt, hogy egészségnap és civil nap volt kulturális és egészségügyi programokkal. Most ezt szeretnénk ismét feleleveníteni, és hál' Istennek, hogy így a Szilárdi Városfejlesztési Program keretén belül Aradi Mária szintén ebben nagy segítségünkre van, ő főként az egészségügyi és reformkonyha egyéb hát programokkal fog segíteni, mi pedig próbáltuk idehozni a kulturális, szociális és egyébként az összes civil szervezetet, aki csak
hadrafogható ebben a nehéz járványügyi helyzet utáni időszakban, de úgy látszik, hogy nagyon lelkesek, és hát annyi a problémám nekem, hogy most nem tudnám őket felsorolni, mert még mindig jelentkeznek. Az nem baj, az nagyon jó. És hogy így érdemes lesz kijönni, hiszen a főtéren igazság szerint, tehát szeptember 4-én szombaton úgy néznek ki az egész történet, hogy a főtéren a Mátra Honvéd kaszinó előtt lenne az egészségszűrőkamion, ahol mindenféle szűréseket fognak végezni, azt én nem tudom pontosan, hogy milyeneket, de nyilván érdemes lesz ellátogatni, én is el fogok menni, legfeljebb majd mondják, hogy na abból a fajtából ne egyek, ne igyak többet, igen. És mellette lesz reformkonyha, bemutató, kóstoló lehetőség, és ehhez kapcsolódó standok a főtéren, és a könyvtár udvarára, a színpadra szerveztünk délutántól programokat, és azt gondoltuk, hogy ott is legyenek standok, és akkor arra gondoltunk, hogy az egyéb civil szervezetek, akik kulturális, sport, szociális és egyéb egészségügyi feladatokat vállalnak föl, ők akkor ott lennének, hogy úgy legyünk egy picit egyben is. Tehát akkor végül is belakjátok ott egy picit a kaszinó, illetve a könyvtárnak így a így van, tehát még ott a könyvtár udvar átjáróban is lesznek standok. Igen. Még mielőtt a részletes programba belemegyünk, igen, említetted a civil szervezeteket. Ugye többször beszélgettünk már veled is ebben az adásban, hogy mennyire fontos a civil szervezeteknek a jelenléte. Most hogy látod, hogy itt így a pandémia után, pandémia között, nem is tudom már, hogy kell mondanunk, mennyire erősödött fel a civil szervezeteknek a hangsúlya? Én azt láttam, azt érzékeltem, hogy sajnos sokan voltak, akik elveszítették a lelkesedésüket. Pontosan evégett, akár vagy azért, mert félnek, vagy azért, mert nem tudják azt a fenntarthatóságot megteremteni, ami ez előtt volt. De azért vannak, akik viszont kitartanak, és én abban bízom, abban reménykedem is, és szerintem a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület is arra hivatott, hogy próbáljuk őket támogatni, mind erkölcsileg, mind mentálisan, ha már anyagilag mi ugye nem is tudjuk, de teremtsük meg, vagy mutassuk meg azokat a lehetőségeket, hogy igenis szükség van rájuk, hiszen az emberek szeretnek közösségben élni, bármilyenféle, akár legyen a sport, szociális, vagy egészségügyi, vagy kulturális, tehát szükség van arra, hogy az emberek közösségben, mert az ember hiába, ugye el vagyunk szigetelve, amikor ilyen járványügyi korlátozások vannak, de ez egy nagyszerű dolog, hogy a közösségbe oda mehetünk. Legyen az fiatal, idősebb és bármilyen korosztály. Igen. Ahogy említetted, az egészségügyi szűrővizsgálatok tehát program szerint mennek majd, tehát egy szűrőkamion lesz a főtéren, és ezen kívül még milyen programokkal várjátok az érdeklődőket? Így van, tehát a szűrőkamion mellett azt tudom, hogy ott lesz egy ilyen reformkonyha bemutató, tehát ahol főzés lesz, ahol kóstolni is lehet majd, tehát érdemes eljönni, én is meg fogom kacsintani, hogy mit lehet kóstolni, milyen finom ételeket. Emellett ott lesznek még a kamion mellett is, tehát a főtérén is lesznek ehhez kapcsolódó, most pontosan és nem is akarom tényleg említeni, mert nem akarok senkit kihagyni, tehát lesznek ott is civil szervezetek, standjai, és utána, vagy emellett közben egész nap a könyvtár kapujától kezdve egészen ott az árkádok alatt be fogjuk népesíteni azt a teret, meg még a parkolóban is, és a színpadon pedig 2 órától programok lesznek. Na, azt el tudom mondani. Na, esetlegesen. Hát akkor halljuk. Jó. Hát már is van egy programváltozás, tehát 14 órától
a DVD interaktív gyerekkoncertje helyett a Gyöngy Nagyi kórussal mi fogunk fellépni, ugyanis sajnos el kell menni a tagok egy részének, tehát műsor változtatás jogát fenntartjuk. Tehát 14 órától a Gyöngy Nagyi kórussal rendhagyó koncertet fogunk adni, egy díjnyertes koncertet, amit a Hevesi kórus találkozón előadtunk, azt fogjuk bemutatni. Aztán a Mátra Nyugdíjas Egyesület acélhang dalköre fog fellépni, aztán párhuzamosan fogunk egy szintén a DVD-vel egy interaktív gyerekkoncertet tartani a téren, tehát az nem a színpadon lesz, az úgy, hogy mindenki hozzáférjen meg a gyerekek, tehát érdemes jönni, mert játszani fogunk a gyerekekkel, meg énekelni, zenélni. Aztán 16 órától Bene Egylet Tánckara fog fellépni, 16 óra 30-kor a... itt voltam a csere. 17 órától szintén a DVD zenekarral Boris Szerelem címmel fogunk egy műsort adni. Aztán 17 óra 45-kor a Casino Team zenés összeállítása hallható. Egy nagyon kellemes, könnyű zenei szórakoztató műsor lesz. 18 óra 45-kor a Dirty Barbies, ez nagyon csúnyán hangzik, viszont annál szebben muzsikálnak, kellemes, dallamos rock koncertre számíthatunk, és a végén 20 óra 30 perctől a Keira and the Boys zenekar fogja játszani az ő nótáikat. Igazából azt lehet mondani, hogy egy ilyen kellemes nosztalgia rock koncert lesz, magyar és külföldi nosztalgia régi rock slágerekkel. És ezzel zárjuk igazából a rendezvényt. Tehát mindenki megtalálja saját maga számára való zenét is és programot is. Igyekszünk. A civil szervezeteknél miket lehet találni, miket lehet csinálni? Ez már, mint ahogy említetted, hogy volt már ilyen, de esetleg, hogyha valaki nem volt ezen a civil napon, akkor... Igen. Akkor miről lehet beszélni? Igen, tehát rendkívül változatos lesz a történet. Már én ugye tudom, hogy akikkel már beszéltünk, tehát lesznek kiállítások, ilyen szabadtéri kiállítások. Igazából ugye minden civil szervezetnek az a célja ezzel, hogy itt megjelennek, hogy egyrészt bemutatkozzanak, hogy mivel foglalkoznak. Mindemellett esetlegesen, hogyha valaki érdeklődik, nyugodtan kérdezhet, esetleg csatlakozhat az adott szervezethez, legyen a szociális, egészségügyi, vagy bármilyen jellegű, ezt itt mind megteheti. Tehát ilyen nagyon-nagyon közvetlen, interaktív, lehet azt mondani, bemutatkozás, kiállításra van esély, meg erre számítunk, és erre kérjük a kedves közönséget is, hogy bátran jöjjenek, kérdezzenek, ott vannak a kedves kollégák, civil vezetők, készségesen rendelkezésre állnak, és mindenféle tájékoztatást meg fognak adni. Világ, én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Holnap akkor civil nap a főtéren, illetve a könyvtár udvarában, úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek, úgyhogy vártok mindenkit szeretettel. És akkor még, hogy kérjek valamit, lehet cséges, hogy az égiekkel jóban vagyunk? Reméljük, hogy igen. Biztos, hogy jó idő lesz, hogyha ezt szeretnéd kérdezni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Elméletileg jó idő lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehet. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a figyelmet, igazán izgalmas volt ez a mai adás, iskolakezdés, és rengeteg program most hétvégére is, illetve a jövő hétre is. És hát a jövő héten is egy igazán izgalmas adással készülünk mindenkinek. Itt már azért felületesen említettem, most is igazából csak annyit árulhatok el, hogy a születi napok részleteibe is bele fogunk majd mélyedni, úgyhogy érdemes lesz jövő héten is velünk tartani. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, szép estét!